Jó estét kívánok, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, az elmúlt héten elfogadták a város költségvetését, a témával kapcsolatban Aktuális Kérdések című heti magazin műsorunk mai vendége, Karcagi Nagy Zoltán önkormányzati képviselő, a Karcagvárosi Önkormányzat pénzügyi, fejlesztési és mezőgazdasági bizottságának elnöke. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Karcagi Nagy Zoltán, a Karcagvárosi Önkormányzat pénzügyi, fejlesztési és mezőgazdasági bizottságának elnöke, a 6-os számú választókörzet önkormányzati képviselője. Szeretettel köszöntöm stúdiómban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Kedves Csókolom Andrea, üdvözlöm nagy szeretettel, és a Karcag Televízió valamennyi kedves nézőjét üdvözlöm. Azért hívtuk meg egy stúdióinterjúra, mert a legutóbbi testületi ülésen elfogadták Karcagváros költségvetését, ugye ön a bizottság, a pénzügyi bizottság elnöke. Beszéljünk talán akkor arról, hogy a 2016-os költségvetés hogy zajlott, hogy hajtotta végre a város, mit lehet erről tudnunk? Igen, a város 2016-os költségvetése rendben teljesült, olyan értelemben, hogy az önkormányzat megőrizte a fizetőképességét, a költségvetési egyensúly mindenkor fent állt, a beruházások szépen végbe mentek, és a tartalék is rendelkezésre állt, minden önerő a különböző fejlesztésekhez megvolt. Milyen fejlesztések valósultak meg a tavalyi esztendőben a városban? Erről mit tudhatunk? A tavalyi esztendőben szociális intézmények fejlesztése, kulturális intézmények, egészségügyi intézmények fejlesztésén kívül a város képjavítását, gondoljunk csak a főtéren gyönyörű szépen kialakult járda megvalósulására, de említhetném itt a Táncsics 17 számú óvodát, aminek a átadásán volt szerencsém nekem is részt venni a felújítás után, ami nagyon szépen elkészült, de azt is említhetem, hogy a helyi foglalkoztatási paktum pályázata az nyert, ez is egy 16-os téma, itt majd 328 fő bevonására lehet majd szükség. Akkor szeretném megemlíteni, mivel ez a testületülésen is följött az ivóvíz minőségével kapcsolatos probléma, én nem érzékelek a karcagi ivóvízzel problémát, hiszen abból főzünk, abból kávézunk, stb. Tehát szerintem jó minőségű. És miért ilyen? Azért, mert a Karcag Kenderes ivóvíz minőségjavító projekt elkészült, ennek az összes engedélye már a birtokunkban van, tehát úgy az ammónium, vagy ammónia, meg úgy az arzén és egyéb ilyen káros összetevők el lettek távolítva a karcagi ivóvízből, ez is 2016-os, illetve hát még korábbra előre húzódó történet. És hát mivel a 6-os körzet képviselője is vagyok, így azt is meg kell említenem, hogy a mi körzetünkben is, a 6-os körzetben elkészült a Baross úti zugnak az útalapja, ahogy ezt már több riportban is elmondtam, az ott élők nagy-nagy örömére, és nekem is a nagy örömömre rég várt dolog. Illetve a déli külvároson az a csúnya kuka, ami a füzes gyarmati elágazás, ahogy bejövünk a Sorompótól, és ott nagyon csúnya, rendetlen volt az a környék, azt megszüntettük, azt a kukát áthelyeztük egy másik helyre, és ezáltal a Nyár utcán szintén egy útszakaszon meg kellett csinálni az útalapot, hogy a kukás autó rendben be tudjon menni. Tehát összefoglalva, elég gazdag fejlesztések voltak 2016-ban, de majd a 17-es tervekről is beszélünk később. Ha már megemlítette a 17-es terveket, ugye azt tudjuk, hogy egy költségvetés tervezését mindig nagy előkészítő munka előzi meg. Mit lehet erről tudni, például a bevételek tervezése hogyan zajlott az idei évre vonatkozóan? A pénzügyi bizottság kettő részletben, két etapban tárgyalta meg a 2017-es költségvetési rendelet tervezetet. A bevételi és kiadási főösszeg az 3 milliárd 55 millió 763 ezer forint, és hát a bevételeket azt úgy alakítottuk ki, hogy a központi költségvetésből történő támogatások, a támogatási rendszerek azok hasonlóak lesznek, mint a tavalyi évben. A
a legfontosabb alapelv a költségvetés tervezésekor az volt, hogy a lakossági terheket nem kívánjuk növelni. Tehát erről szó se lehet. És ezt a tényt ezt tovább próbáljuk tartani, ezt a színvonalat, tehát hosszabb távon stabilizálni szeretnénk. Nem történtek emelések a lakás és nem lakás célú helységek, valamint a földhaszonbérleti díjak esetében sem. Ez is egy bevétel növelő tény lehetne, de ettől elállt az önkormányzat testülete. Az önkormányzati cégek által nyújtott szolgáltatásban színvonal csökkenést nem terveztünk be, így a hulladékkezelési vagy a fürdőszolgáltatási díjakat sem emeltük, tehát szintén nem a lakosság terhét kívántuk növelni, és a bevételi oldalon minden költségvetésben bizonyos vagyonértékesítési, akár ingatlan értékesítési sorok is bele vannak tervezve, és ebben a tervezetben meghatározott ingatlanok értékesítése az teljes mértékben megalapozott, hiszen ezekről már tárgyalások folynak. Tehát ezzel azt szeretném elmondani, hogy reális a bevételeknek a tervezése, és még azt is el kell itt mondanunk, hogy tartalék is van képezve, ezt majd később még rátérünk, hogy például mire tudjuk szánni, és még a bevételt hitelfelvétellel lehetne növelni, viszont ettől mereven elzárkózik az önkormányzatunk. Kiadások tervezése hogyan zajlott egyáltalán, mire lehet tervezni? A Dobos László polgármester újévi nyilatkozatában megadta az irányvonalat, ugyanis ő azt mondta, hogy addig nyújtózkodjunk, ameddig a takaró ér, és azt, hogy együtt gondolkodva kell fejleszteni a várost. Na most természetesen az adott összeghez tudunk nyúlni a kiadások tekintetében, a lehetőségeken nem szabad túl nyúlni, viszont a kötelező feladatok ellátását azt vállalnunk kell. Ide tartozik a település üzemeltetés, óvodai nevelés, szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési, kulturális feladatok például, tehát ezekben ezeket teljesítenünk kell. Illetve a kötelező feladatok ellátása mellett olyan dolgok is megjelennek, amelyek gyakorlatilag vagy régi áthúzódó feladatok, vagy a város fejlesztésével függ össze. És azt is meg kell jegyeznem, hogy a város fejlesztéssel kapcsolatos pályázatokhoz szükséges önerő mindenhol megjelenik, és el is fog kezdődni ez a fejlesztési sorozat. Pontosan erre akartam rákérdezni, hogy ugye a város minden évben különböző pályázatokon részt vesz, ehhez önerőt kell biztosítani, akkor magyarul erre is különítettek el. Erre is el van különítve, és ahogy az előbb említettem, 2016-ban is minden pályázathoz rendelkezésre állt az önkormányzati önerő. Karcaghoz tartozik Tilalmas is. Az ottani ivóvíz rendszerről mit lehet tudnunk? A költségvetésbe beépítésre került 3 millió forint a tilalmasi ivóvíz ellátási rendszer tervezésének első ütemére, és ez valószínűleg 2018-19-ben meg is fog történni a megvalósítása. Az önkormányzat létrehozta az orvosi ösztöndíj alapot, mind okolta ezt, és erről most mit lehet tudnunk, történt-e valami változás ebben az idei évre vonatkozóan? Történt változás, és ezt azért hoztuk létre, hogy a orvosi egyetemen tanuló fiatalokat ide vonzzuk a városunkba. Tavaly 3 millió forintos alapot hoztunk létre, de tekintette az ebben az esetben felmerült kérdésekre, javaslatokra, ez az összeg a 2017-es évben 5 millió forintra emelkedik. Azt ugye tudjuk, hogy minden választott önkormányzati képviselőnek van egy bizonyos kerete minden évben, amelyet különböző fejlesztésekre, beruházások támogatására, megvalósítására különítettek vagy különítenek el. Mit lehet erről tudnunk? Sajnos ki kell, hogy igazítsam, nem volt minden évben, például az elmúlt évben sem volt, és azelőtt sem, viszont ebben az évben úgy határoztunk, úgy döntöttünk, hogy 2 millió forintot körzetenként biztosítunk a képviselő keretére, és az ott lévő, ott adódó problémák, fejlesztések, lakossági észrevételek alapján ezt felhasználhatjuk kimondottan erre a célra.
Az idei évtől megemelték a minimálbért, ez a költségvetési szerveknél hogyan alakul, hány dolgozót érint? Rendkívül örvendetes a nemzeti kormány döntése, hogy a minimálbért és a garantált minimálbért is megemelte, hiszen ez a költségvetési szervekben mintegy 300 dolgozó bérét jelenti, ennek az emelkedését, és a bérnövekvény költsége önkormányzatunknál mintegy 120 millió forintot tesz ki. Erre reméljük, hogy lesz majd valamilyen országos pályázat, vagy valamilyen kompenzációs támogatás, de ameddig nem, azt saját erőből kell biztosítanunk, és így ez a 120 millió forintos kompenzáció ez nem került bele a költségvetésbe, viszont a béremelés az szerepel benne, és ezért nem is értettem az önkormányzati képviselő testületi ülésen, amikor a Jobbik képviselői, habár egyikőjük még dicsérte is, hogy milyen szépen összeállított költségvetés, ez a 2017-es, mégiscsak tartózkodtak a szavazástól, ezzel 300 családnak a béremelkedését is ők figyelmen kívül hagyják, nem támogatták egy egyértelmű igennel, úgy, mint az egész költségvetést nem támogatták egyértelmű igennel. A városban ugye minden évben nagy hangsúlyt fektetnek bizonyos problémák megoldására, kiküszöbölésére, ugye az utakat, a városi utakat javítják, kátyúzzák, illetve sokszor a nagy eső okozhat itt-ott problémát, belvízelvezetésre is nagy hangsúlyt kell fektetni, ezt hogyan tervezik? Igen, ezeket az észrevételeket is beépítjük a tervezésbe. Ezeknek, amit említett, ezeknek a gyors megoldása lehetséges, legalábbis részben úgy, hogy az állami normatívákat a városgondoksághoz tesszük át, és a közmunka programból adódó lehetőségekkel próbálunk élni e tekintetben is. Ha már megemlítette a közmunka programot, történt-e, vagy történik-e bármiféle változás, növelik-e esetleg a létszámot, folytatódik-e a közmunka program a városban? Folytatódik a közmunkaprogram több száz fő részvételével a városgondnokság koordinálásában, és ezt láthatjuk a mindennapokban is az utcán. Ugye tisztaság van, a síkosságmentesítés, az én azt gondolom, nagyon-nagyon nehéz technikai feltételek ellenére már úgy értem, hogy nem egyszerűen mindig visszafagyott, amit takarítottunk. Hát otthon is tapasztaljuk, hogy eltakarítottuk, másnapra ugyanúgy lecsurgott és odafagyott, de ennek ellenére én azt gondolom, hogy a város nagy részén ez is jól sikerült. Aztán itt a tavasz, jön a nyár, a zöld felületek, parkok karbantartása, ez mind-mind a közmunkaprogram keretében, azokon kívül, amit Andrea említett. A városban nagyon sok civil szervezet működik, az önkormányzat minden évben segítséget nyújt nekik, támogatja őket valamilyen formában, ez hogyan alakul majd az idén? Igen, az idei évben egy 2 millió forintos keretet osztottunk szét, erre egy külön bizottság alakult, az Idegenforgalmi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnökének, Pánti Ildikó képviselőnőnek a vezetésével, és hát próbáltak igazságot tenni, én azt gondolom, hogy sikerült is, ugyanis 51 néhány pályázat volt, és 30 és 40 ezer forintos összegekkel a civil szervezeteket tudtuk támogatni. Viszont érdekes módon a 2017-es költségvetésbe most egy ilyen civil szervezeteket támogató összeg nem került be. Miért nem került be? Azért, mert beadásra került egy úgynevezett HACS pályázat, esetleg a néző kedvéért annyit elmondok, hogy ez a helyi akciócsoport, ezt így hívják, és ezzel, ha ez nyerhet ez a pályázat, már pedig az esélyünk megvan rá, bruttó 270 millió forint érkezhet a városba, na most ezt többek között a civil szervezet, nem az egészet, de a civil szervezetek támogatását is jelentős mértékben megnövelheti ez a pályázat. Az idegenforgalmi létesítményeket, turisztikai attrakciókat ugye tudjuk, hogy karban kell tartani, felújítani, rendben tartani, erről tudunk-e valamit az idejébre vonatkozóan? Nagyon szépen működik. Mik a tervek? Ez nagyon szépen működik, az Erőforrás Kft. Andrássy Zoltán ügyvezető igazgató úr vezetésével rendkívüli módon odafigyelnek ezekre a létesítményekre, hiszen nagyon fontos, hogy a városunkba látogató érdeklődők, turisták a különböző rendezvényekre, vagy csak úgy eljönnek Karcagra, akkor ezeket a ingatlanokat, ezeket a említésre és megmutatásra méltó gyönyörű idegenforgalmi létesítményeket
méltó és megfelelő állapotba találják. Az idegenforgalmi létesítmények mellett ugye nagy hangsúlyt kell fektetni például a közvilágítás fejlesztésére, karbantartására is. Igen, és ennek a felül kell vizsgálni mindenféleképpen, egy korszerűsítési megoldást kell keresni, és a bővítési igények ott tudnak majd megvalósulni. Eddig talán sem pénz, sem lehetőség nem volt erre, de erre mindenféleképpen hangsúlyt kell helyezni, úgyhogy dolgozunk ezen. Az intézményi rendszerben az álláshelyek hogyan alakulnak az idén? Lesz-e esetleg álláshely megszüntetés, álláshely fejlesztés? Tudhatunk erről bármit? Intézményi rendszerben álláshelyek nem kerülnek megszüntetésre. Minden szépen megy úgy tovább, mint eddig. Egy nagyon takarékos gazdálkodással, a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével addig nyújtózkodjunk, ameddig a takaró ér, ahogy polgármester úr is említette, de álláshelyek nem kerülnek megszüntetésre. Szociális támogató rendszer, támogatási rendszer, ez hogyan alakul? Itt is azt tudom elmondani, nem csökken a keretösszeg, a szociális támogatási rendszer ugyanúgy, mint a tavalyi évben, rendben folyik. Az interjúnk majdnem elején elmondta, hogy ugye tavaly is volt egy tartalékkeret képezve a költségvetésben, az idén is képeztek egy tartalékkeretet. Milyen nagyságrendű ez, és például mire lehet majd fordítani? Igen, volt lehetőségünk 50 millió forintot a tartalékkeretbe beépíteni. Ez különböző nem várt, előre nem látható felmerülő kiadások esetén rendkívül hálás dolog, és már a pénzügyi fejlesztés és mezőgazdasági bizottsági ülésen is beszéltünk a kamerarendszer kiépítéséről, ami hát a város közbiztonságát... De van néhány kamera azért a városban. Van, én úgy tudom, hogy működnek is, de ennél komolyabb színvonalú, meg nagyobb számú kamerának a kamerarendszer, egy nagy kamerarendszernek a kiépítésén gondolkodunk, amennyiben erre valamilyen pályázat megjelenik, akkor az előbb említett önerő szintén ott fog rendelkezésre állni, ebben az 50 milliós tartalékkeretben akár. Aki esetleg nem látta a testületi ülésnek a közvetítését a Karcag televízióban, arra kérem most képviselő urat, hogy ossza meg a nézőkkel, hogy hogyan is alakult a szavazás, a voksolás, a költségvetés elfogadása tekintetében. Volt-e egyetértés? Úgymond egyetértés volt, mert a ellenzék a jobb... Hogyan értékelték a képviselők, a testület tagjai ezt a költségvetést? Felső fokon nyilatkozott belőle, vagy róla több képviselő, így az ellenzék is egyébként, és itt is szeretném megköszönni mindazon hivatali dolgozónak a munkáját. Polgármester urat, alpolgármester urat, akik ezt kézben tartották, a gazdálkodási csoport vezetőjét, akik ezt megalkották, hiszen rendkívüli tekintettel voltak a bevételek és a kiadások helyes megtervezésére. És ezt értékelték már a bizottság tagjai is a pénzügyi bizottság ülésen, bár a jobbikos képviselő, mivel ő is delegálva van oda természetesen, ott is csak tartózkodását mutatta, és a testületi ülésen is a jobbik részéről kaptunk dicséretet a költségvetés elkészítésére, tehát magyarul azt mondta, hogy ez egy jól összeállított költségvetés, de hát furcsa, ez a párt. Én nem is értem sokszor a gondolkodásukat, mondjuk, nem is csoda, hát a pártelnök ellen is tüntetnek országszerte, meg demonstrációk vannak. Karcagon is az egyik jobbikos képviselő kilépett a testületből, a másik belépett a testületbe. Tehát valahol nem látok egy következetes politikai viselkedést, és ahogy az előbb említettem, bizony-bizony őket ez a 300 család se érdekelte, nem feleltek egyértelmű igennel, nem szavaztak egyértelmű igennel a költségvetési szavazásnál, tartózkodtak a szavazásnál. Ön szerint a helyi politikában, a városi politikában nem a város érdek lenne az első? Feltétlenül a város érdeke, az emberek érdeke, az emberek kívánságait, kérését természetesen a lehetőségek szerint figyelembe venni, és nem hatalmi harcról, meg nem pártpolitikai kívánságműsorról van itt szó, hanem elsőképpen és legfőképpen mindig az embereket tekinteni és a város érdekeit szem előtt tartani, hiszen mindannyian erre esküdtünk fel.
Ez egy szép gondolat befejezésként. Képviselő, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, megosztotta ezeket a fontos információkat, takarékos gazdálkodást, és sikeres évet kívánunk Önöknek. Köszönöm, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! A Karcag Városi Önkormányzat képviselő testülete a Karcag Város kultúrájáért díj alapításáról és adományozásáról szóló 19/2016 10. hó 28-ai rendeletében biztosított feladat körében eljárva a Karcagváros kultúrájáért díjat a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő oktató munka elismeréseként adományozta. Kovács Nisztendrei Bolbának szeretnék először is gratulálni ezekhez a szép kitüntetésekhez. Milyen érzések kavarognak most önben? Hát nagyon megható, nagyon jól esett. Igazából augusztus 1-én kezdtem el a nyugdíjas éveimet, és úgy érzem, hogy ez egy gyönyörű befejezése a pályafutásomnak, úgyhogy nagyon-nagyon kellemes. Én akkor még azt kívánom, hogy nagyon sokáig élvezz az unokái között, és sok erőt, egészséget kívánunk önnek. Nagyon szépen köszönöm. Dr. Szabó János, önnek szeretnék gratulálni először is ez a szép kitüntetéshez. Nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, hogy elkezdtem már a nyugdíjas éveket. Hát már nem dolgozom, a szeptemberben nem kezdtem el a tanítást, a felmentési időmet töltöttem, és várom a nyugdíjazásomat. Gondolom, hogy azért most itt, ahogy az életét ismertették, lepörögtek az elmúlt évtizedek. Mi az, amit üzenne innen a kollégáknak? Hát, hogy egy nagyon rögös, de nagyon szép pályán dolgoztam én is, és dolgoznak a kollégáim is, és ugyanolyan kitartó, lelkes munkával végezzék továbbra is, mint ahogy eddig, mert megéri, mert egy életre szóló élmény és feltöltődés ezen a pályán dolgozni. Akkor én pedig önnek a nyugdíjas évekhez nagyon jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen. Nagy Jánosnak először szeretnék gratulálni ehhez a díjhoz. Mit érzett, amikor elhangzott a neve? Hát nagyon szépen köszönöm a díjat, nagyon meghatódtam és nagyon boldog voltam, amikor elhangzott a nevem, és végtelen büszke vagyok az iskolára, a tanítványaimra, arra a sok-sok gyerekre, akik hozzásegítettek ehhez a csodálatos szép eredményhez, a város, aki a nemzetközi versenyekre támogatást nyújtott részünkre, az iskola, a fenntartó, mindenki támogatta ezt a díjat, nem csak én kaptam, hanem mindenki kapta, aki hozzásegített ehhez a munkához. Nem szeretnék neveket említeni, de egyet hadd említsek, mert Ébner Józsefné, Tündike, a Vöröskeresztnek a volt titkára, aki nagyon sokat segített, nagyon az iskolából a volt igazgatónőm, a jelenlegi igazgató, a fenntartó, az egyház kerület, mindenkinek nagyon köszönöm, és nem szeretném elfelejteni, de a családom, az, aki biztosította nekem ezt a hátteret, ugyanis az én pedagógiai mottóm az, hogy a tanulóknak, a gyerekeknek két dolgot kell adni, gyökereket és szárnyakat. Ha ez megvan, akkor azt hiszem, hogy ez a díj jó helyre került, és nagyon szépen köszönöm. Úgy gondolom, jó helyre került, jó egészséget kívánunk önnek. Nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánok. Kulászó tanárúnak is szeretnék először is gratulálni ehhez a díjhoz. Nagyon szépen köszönöm. Nem láttam még, hogy ennyire zavarba legyen, de most úgy látom, hogy nagyon zavarba van. Hát megtisztelő, hogy megkaptam ezt a díjat, és nem mindennapi érzések tántorogtak itt a díjátadó folyamán. Hát köszönöm mindenkinek, aki megtisztelt bizalmával, hogy ezt a díjat megkapjam. Köszönöm itt a képviselőtestületnek, köszönöm a szülőknek, gyerekeknek, kollégáknak és családomnak, hogy létrejött ez a díj. Én pedig azt kívánom, hogy tanítványaival újabb sikereket hozzon a városnak. Bízom benne, még rengeteg időm van nyugdíjig, 28 év, remélem, hogy tudok eredményekkel szolgálni. Jó egészséget kívánunk! Köszönöm szépen!
Nagy tiszteltű konszilium elnök lelkészúrnak először is szeretnénk gratulálni ehhez a kitüntetéshez. Nagyon szépen köszönöm, és hát nagyon nagy megtiszteltetés ilyen illusztris körben és ilyen nagyszerű alkalommal, csodálatos fellépők mellett szerepelni. Szoktam szerepelni, de ez egy más dolog. És annak meg külön örülök, hogy nemrégen fedeztem föl, hogy ennek a csodálatos kitüntetésnek az alján ott van a nevem, hogy ha majd esetlegesen olyan idős leszek, hogy már nem nagyon emlékszem a dolgokra, akkor is csak ránézek, és ez a csodálatos mostani pillanat majd eszembe jusson. Hát ez még nagyon soká legyen, én azt kívánom, hiszen azért önnek addig még van sok-sok feladata, hiszen ahogy a méltatásban is elhangzott, nagyon sokat tett már a város kulturális életéért. Én ezt kívánom, hogy a jövőben is tegye ezt, és ehhez jó egészséget kívánok. Nagyon szépen köszönöm, és hadd mondjam el Karcag tiszteletére, becsületére szól, hogy nem nagyon kell keresnem a kulturális munkát, megtalál az, hiszen itt ez egy csodálatos millió. Itt lehet kultúrált és kulturális életet élni, illetve kulturált módon élni. Úgyhogy én meg köszönöm a városnak, hogy ilyen jellegű motivációt ad számomra, és én ezzel fogok élni a következőkben is. Még egyszer köszönöm. Munkájához jó egészséget kívánunk. Nagyon szépen köszönöm. Én is mindenkinek ezt kívánom. Molnáné Győri Edikának először is szeretnék gratulálni ehhez a díjhoz. Úgy láttam, hogy nagyon meghatódott, amikor a méltatást hallgatta. Igen, nagyon meghatódtam, és nagyon boldog vagyok a mai napon, hogy megkaphatom ezt a kitüntetést, és duplán is ünneplünk, mert a lányomnak is ma van a születésnapja. Akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép és emlékezetes nap marad az önök életében. Mit érzett, amikor a nevét meghallotta? Hát, végigfutott a hátamon a hideg, és egyrészben a melegség is, mert azért úgy gondolom ezt a díjat nagyon nagy dolog megkapni és kiérdemelni, és ezt köszönöm a közvetlen munkatársaimnak, az intézményvezetőmnek, az intézményben dolgozó munkatársaimnak, a családomnak, és természetesen a önkormányzat dolgozóinak. Azt gondolom, hogy amikor a kis óvisaim majd ezt megtudják, akkor mindenki körbe fogja önt rajongani, és ők is gratulálni fognak. Én azt hiszem, hogy az ő kis gratulációk is ugyanolyan örömmel fogja eltölteni, mint most a kollégák gratulációja. Hát minden nap velük, minden nap boldogság az élet, minden perce, mindig új, mindig vidám, mindig játékos, és igen, együtt fogunk majd ünnepelni hétfőn, ha megyek dolgozni. Én a további munkájához jó erőt, egészséget kívánok önnek. Nagyon szépen köszönöm még egyszer ezt az elismerést. Dr. Balta Júlia névrajzossal beszélgettünk arról, hogy mit is jelent a magyar kultúra Karcagon, hiszen nagyon szépen felidézett, nagyon sok mindent elmondott a beszédében, és nagyon sok olyan karcagiról megemlékezett, akit jó volt felidézni ön által a munkásságokat. Önnek mit jelent karcagiként a karcagi magyar kultúra? Nekem minden. Nekem ez az éltető közegem, ez az elindítom. Minden, ami fontos volt az életemben, azt innen kaptam. És ez tényleg így van, mert bár a munkás éveim utolsó részét Szolnokon töltöttem, a Damjanich János Múzeumban, az egy jó kilépő volt arra, hogy megnézzem, hogy mi újság a világban, és az ember hogyan állja meg a helyét az olyan közeg után, ami itt Karcagon körülveszi. Mert azért ez a város nagyon jó indító, túlságosan nem kényezteti el az embert, de mindig visszafogad ez a jó benne. Tehát ezt megélni, hogy kerülhet az ember a világon bárhová, ha innen származik, ide mindig visszatérhet, és én ezt megtapasztalhattam. És ezért tényleg nagyon örülök. Nagyon fontosnak tartottam pont ebben a helyzetben, a Magyar Kultúra Napján, nem a reform nemzedékről beszélni elsősorban, hiszen tudjuk az érdemeiket, hanem arról, hogy mi mivel járultunk hozzá, mi karcagiak és a nagykunság mivel járult hozzá ahhoz a gyönyörűséghez, hogy a magyar kultúra, az egyetemes kultúra brilliánsan csillogó része, eleme lehetett. És ez nagyon, tényleg nagyon komolyan mondom, hogyha visszatekintettem arra 1670-ig, 71-ig, amikor Karceusz Márton megvédte a ma biokémikusnak mondanánk, ugye egyszerűen hihetetlen teljesítmény volt. És mindvégig ezt, ugyanezt hangsúlyoztam, amiről én most szóltam, hogy ugye, Kumánusznak mondta magát, kunembernek mondta magát, és végig kötődött
ehhez a vidékhez. De sorolhatnám a népsort, hiszen épp a turkológiából vettem jó példákat. Györfi Istvánt hoztam példának, Isten áldott a tehetség volt, mint, és mindig visszajött ide. Mindig, utóbb már vendégként, de gyakran. Tehát ez azt jelenti, hogy ha az ember nem is tart fent házat éppen ebben a városban, azért mindig hazatalál. És hát azért említett a külföldöt, hogy sok helyen kutatott már az elmúlt évtizedekben, és olyan jó volt hallani a mándoki kongort, hiszen azért mi is sokat halljuk, amikor jönnek hozzánk a kazakok, hogy ők is mennyire tisztelik, tehát ő is letette a névjegyét karcagiként egy más országban. Igen, igen. Az Ankara Egyetemen 2011-ben volt egy nagy nemzetközi konferencia, ahol én előadóként is részt vettem, meg szekció vezetőként is részt vettem. A mándoki kongó szekció vezetőjeként. Hát elképesztő dolog volt, hogy 15 embert konferáltam fel úgy, hogy a világ minden tájáról a kunokkal foglalkoztak, és mind hivatkozta mándokit. Azt a mándokit, aki viszonylag keveset írt, mert ugye a nyelvészetet talán nem is mindenki követ, hiszen képtelenség követni a nemzetközi irodalmat ma már, bár az internettel már lehet, de hát azért Mándoki idejében ugye 20 éve halt meg, Mándoki idejében még nem volt elérhető az internet mindenki számára, de őt számon tartották. Tehát ez volt ez egy csodálatos dolog volt. Meg az is jó, hogy karcagiként, kunságiként egy nemzetközi kutatásban is jó terep lehetünk még mindig, ma is. És hát erre azért volt is példa a török kutatások, hiszen erről is beszámoltunk már. Azt gondolom, hogy talán reggelig is tudnánk sorolni, hogy ki mindenki tette le névjegyét karcagiként a világ és hazánk asztalára, mint kultúráért tevő ember. Én remélem, hogy azért lesznek fiatalabbak is, akik hasonlókat fognak elérni. Vannak ígéretesek, én már látok egyet-kettőt, reméljük, hogy megmarad, itt marad, és hírünket viszi a világban. Ezt majd 20-30 év múlva meg fogjuk beszélni együtt. Köszönöm nem a mi szépen. Dolgunk eldönteni végül is, nem a mi dolgunk eldönteni. Majd az időbe bizonyítja. Köszönöm szépen. Én köszönöm. A Magyar Kultúra Napján nem csak egy szép ünnepséggel, hanem ajándékokkal is gyarapodott városunk, hiszen a Karcagért Közalapítvány megtette az ígéretét, amit megígért év végén. Erről beszélgetünk dr. Temesári Tamással, a kuratórium elnökével. Gyönyörű székeket vásároltak, de hogyan is jött össze ennek az ára? Ez a tavaly megtartott, november 12-én egész pontosan megtartott közéleti bálon volt felajánlás részünkről, hogy amennyiben a bevétel összejön, és feltetőleg össze fog jönni, akkor ezt székek cserélésére fogjuk fordítani. Hát több mint 2 millió forint sikerült nettó összegben az alapítványból összespórolnunk erre a célra, ez volt a nettó bevételünk, és ezt el is költöttük az utolsó fél évig, a szállítási költséggel együtt elköltöttük egy pesti cégtől vásárolt székekre. Vita volt benne, hogy karfás legyen, vagy csak ülőkés, de végig is a városvezetés és a Dérini vezetése is amellett döntött, hogy inkább a praktikusságot vegyük figyelembe, a kényelmi szempontokat is mellesleg, és emellett így döntöttünk, hogy akkor a karfa nélküli székeket vesszük meg, ebből sikerült 230 darabot megvásárolnunk. A színbe is volt vita, de végül is azt hiszem a praktikusság szempontjából ez a szín megfelelő. És így jött létre ez az üzlet, idézőjelben üzlet. Hát akkor azt gondolom, hogy mindenkinek megköszönhetjük, aki támogatta az alapítványt, és hát önöket ismerve 2017-ben is biztos lesznek célok, amelyeket szeretnének megvalósítani, erre pedig majd vissza fogunk térni. Van célunk, természetesen mindig vannak kérések hozzánk, bár az két évente, rutinszerűen már két évente lesz, akkor sikerül nagyobb idézőjelbe pénzbevételre szertenünk, de egyébként egyéni vállalkozók, cégek, vállalatok évközben máskor is adományoznak az alapítvány céljára, és így, ha gyarapodunk a kéréseknek, akkor eleget tudunk tenni, és akkor tudjuk teljesíteni a kívánságokat, és további fejlődést próbálunk a város érdekében végrehajtani. Akkor én azt kívánom, hogy minél jobban gyarapodjon az önök számlája, és akkor, hogyha újabb adomány érkezik a város részére, arról vissza fogunk térni. Köszönjük szépen! Én is köszönöm az interjút!
Most még az udvaron fociznak a tiszabői általános iskolások, viszont októbertől már akár abban a tornateremben is játszhatnak, amelynek ma tették le az alapkövét a községben. Az új tornacsarnok a testnevelés órák mellett akár kosár és röplabda edzések megtartására is alkalmas lesz. Ez egy B-típusú tornaterem, az alapterülete több mint 1100 négyzetméter, a küzdőtér mérete 25x30-as, és belmagassága 7,15 méter. Két-két különnemű öltözőhelyiség van, tanári öltözővel, kapcsolódó vizes blokkokkal. A kormány 2014-ben döntött a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program elindításáról. A program kiemelt célja, hogy a tornatermek, tantermek és úszodák építése mellett olyan hátrányos helyzetű térségekben élő gyerekeken is segítsen, akiknek más úton nincs lehetőségük a kitörésre. A kormány számára prioritása a jövő nemzedékek egészséges fejlődésének, nevelésének támogatása, ezért elkötelezett amellett, hogy a köznevelésnek megfelelő infrastruktúrális hátteret biztosítson. A programban országosan eddig 18 létesítmény készült el, további 48 helyen folyik az építkezés, és számos projekt kivitelezése is hamarosan elindul. Sárfalvi Péter hozzátette, mára mintegy 1,2 millió gyermek mindennapjainak lett része a sport. A most épülő tornateremben több mint 300 gyermek sportol majd mindennap iskolai körülmények között, illetve ezen kívül edzéseknek, versenyeknek és szabadidős programoknak is helyet biztosít majd a csarnok. Egyszer akár több osztály részére meg lehet tartani a testnevelés órákat, a küzdőtér is több sportágnak a gyakorlását, tanulását teszi lehetővé, és az elhelyezkedése is olyan a településen, hogy a közösségi tér funkcióit is be fogja tölteni. A beruházás 100%-ban hazai költségvetési forrásból valósul meg, és várhatóan 2017. októberére fejeződik be. Jelentős károkat okoztak a szőlőkben a fagyok, különösen az alföldi szőlőkben nagy a veszteség. A helyi gazdák szerint akár 30%-kal is kevesebb gyümölcsszőlő teremhet majd az itteni borvidékeken az idén. A fagykárok miatt a tavalyi 300-400 forint helyett akár 5-600 forintra is felkúszhat a szőlő ára a termelők szerint. Zöld részen? Az el van fagyok. Ez még itt fagyos. Ez a szál, ez végig elfogyott. Ez a fagyhullám, amelyik gyakorlatilag szinte folyamatos, még már heteken keresztül tart, ez a szőlőkultúrában, amely melegigényes növény, nagyobb károkat okozhatott, több 10-20-30%-os elfogyás is előfordulhat helyenként. Hát feltételezem, hogy a termés mennyisége lényegesen befolyásolja, hiszen az elfogyott veszőknél ugye a rügyképződés és a kihajtás az gyengébb lesz, és kevesebb fürdből, kevesebb szőlő és kevesebb bor lesz. Még eddig nem okozott gondot, mert hiszen a mély nyugalom az ugye a növényeknél természetesen megvan, tehát készültek ők a térre, de nem valószínű, hogy a különösen a kevésbé hidegtűrő növények ezt jól elviselik, de okozhatott gondot, igen. A gazda gondossága ilyenkor már kevés, hiszen ezzel nem tudunk ellene védekezni. Lehetne, de az nem valószínű, hogy eredményes. Itt az eredményes harmonikus tápanyagellátás, ami korábban ugye jellemző, mint mondottam, a fagytűrő vagy gyakorlatilag hidegtűrő növények, tehát fajta választás az, amelyik ezt gyakorlatilag meg tudja előzni. Hát gyakorlatilag az alföldi szőlők talán jobban ki vannak téve, hiszen a síkvidéken ugyanúgy megül a hideg végig folyamatosan, és a domboldalakon talán ugye lehúzódik, úgy mondják, hogy lefolyik a hideg a völgyekbe, ahol viszont nem nagyon van szőlő, de mind a két esetben előfordul az, amikor elfagyhat. De ez részleges elfagyás, hiszen országosan azért nem fagynak el a szőlők sem. Tiszatavon a halakra jelent veszélyt a hatalmas jégtömeg, több szakaszon 45 cm-re hízott meg a jég. Itt léket vágnak láncfűrésszel, hogy biztosítani tudják a megfelelő oxigént az élővilágnak. Épp a 9-es öblítő csatornán a lékek vágása történik. Nagy néhány négyzetméteres ablakokat nyitunk a hóval betakart jégre, annak érdekében, hogy bejusson a fény a víz alá. Ez azért fontos, mert a halaknak oxigénre van szükségük,
és a vízben lévő algák csak fény hatására tudnak oxigént termelni, így emiatt a hóborítás megnehezíti az oxigéntermelődést, és hogy ne lépjen föl oxigénhiány, emiatt fontos ilyen ablakokat nyitni. Ennél a munkánál arra kell odafigyelni, hogy minél sűrűbben legyenek elhelyezve ezek a lékek. Azt tudom elmondani, hogy a Tiszató 6 területén összesen 135 ilyen léket nyitottak már a fiúk. 8 napja tart ez a kemény megfeszített munka. Ez a lék ez vissza tud fagyni, viszont ez nem probléma, ugyanis ilyenkor már átlátszó. Hogyha az oxigén kritikus szintre csökkenne a vízben, akkor akár tömeges halpusztulás is történhetne, viszont hál' Istennek még most jó értékeket mérnek kollégáink, folyamatosan monitorozzák a Tiszató teljes területét, hogy milyen oxigén viszonyok uralkodnak, kritikus szintről még most sehol sem kell tartani. Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a sportcsarnokban, és hamarosan kezdődik egy fergeteges verseny, hogy mi is ezt pontosan a Molnár Ferenccel beszélgetünk. A képeken azért látszik, hogy egy íjász verseny van készülőben, de mi is ezt pontosan? Üdvözlöm is a nézőket, jó napot kívánok! Valóban ez az első úgynevezett teremi íjász versenyünk, és a januári hónapunk régi nevéről adtuk neki a fergeteg nevet. Hivatalosan limitálva volt a létszám, amit egy kicsit túlléptünk, de az időjárás úgy néz ki, hogy ahogy szokták mondani, negatívan besegít most nekünk. Igazi fergeteg kupa lett belőle, mert ilyen fergeteges időjárásra kevesen számítottak, így sajnos nagyon sokan nem tudtak eljönni a versenyre, vagy menet közben visszafordultak, de úgy gondolom, hogy még így is elég a szép létszám, a bátrak létszám, és durván 100-an megjelentek. Kecskeméttől Mezőkövesdig, Gyulánról érkeztek versenyzőink, úgyhogy nagy reményekkel várjuk ezt az első teremversenyünket, hiszen a kinti terepviszonyok között már rendeztünk néhány versenyt, de a teremben ez az első, de ebből is szeretnénk természetesen hagyományt teremteni, bízva abban, hogy nem lesz mindig ennyire fergeteges az időjárás, és a megjelent vagy az előnevezettek valóban meg is tudnak jelenni majd a versenyen. A verseny egyébként igazi teremjellegű, nagyon egyszerű, de kicsit kreatív célokból állítottuk össze. 15 célt állítottunk fel a versenyzőnknek, ami a verseny csak egyéni, tehát nincsenek csapatversenyek, mindenki saját egyéni sikeréért küzd, mind a 15 célt végiglövi, különböző nehézségi fokok vannak a célokon, valami egyszerű, valami nehezebb természetesen, hogy ne legyen egysikú, és a 15 cél végeztével még tervezünk egy íjászpárbajt, ami ilyen egyenes kiesési ág, annak is van egy fődíja, illetve még a legvégén egy úgynevezett távlövő versenyt, aminek szintén lesz egy külön díja. Úgy gondolom, hogy aki végül is el tudott jönni, itt lesz, az maradéktalanul tud szórakozni, és hát reméljük, hogy a nézők is nagy hó ellene néhányan kilátogatnak ide, és akkor megnézik a versenyünket, hiszen azért még így is ez a 100 fős létszám íjászból ilyen körülmények között ritkán látható a városunkban. Gondolom azért kategóriák lesznek, hiszen látunk itt azért általános iskolásokat, látunk felnőtteket, tehát biztos, hogy korcsoportonként rendezik ezt is, de ezt úgy kell elképzelni, hiszen látjuk, hogy itt van a 15 céltábla kirakva már, hogy elindul valaki az elsőn és végigmegy, és utána kezdi a következő, vagy egyszerre 15 helyszínen 15 íjász lesz. Igen, egyszerre, tehát úgy vannak a csapatok szétosztva, hogy most azt mondom, hogy durván 120 fő, ha összejön a végére, még azért egy fél óra most eltoltuk a kezdést, azért hát, ha még akik úton vannak, befutnak, az azt jelenti, hogy durván 8 fős csapatok lesznek, és akkor minden célnál áll 8 ember, minden célnál lesz lövés, és vetésforgószerűen mennek körbe a célokon értelemszerűen. Korcsoportok természetesen vannak, hiszen a gyerekek, felnőttek külön korcsoportban vannak, sőt, ifjúságiak vannak, mini versenyzők, 10 év alattiak, tehát ezek megvannak ugyanúgy, mint a kinti versenyeiken, sőt, kategóriában is van két kategóriánk, a hagyományos, tradicionális magyari mellett itt vannak vadászreflexel és ablakos longbóval, nekik egy külön kategóriát indítottunk,
mert nem ugyanaz a lövés egy hagyományos célzás nélküli egyszerű tradi íjjal, mint egy célzóval ellátott vadászreflexzel, tehát azért nem egyenlőek a terepviszonyok, de van itt elég vadászreflexes, hogy ők maguk összemérjék az erejüket, és közöttük dőljön el majd a sorrend. Köszönjük szépen, de azt hiszem, hogy ezeket be is fogjuk külön mutatni nézőinknek, hiszen megint más, ha valaki látja is azt, amit most itt szavakban elmondod. Reméljük azért a karcagiak nem csak a rendezésben lesznek ott, hanem azért a csapat el is indul. Így van, minden csapatnál lesz egy karcagi versenyző, ő vezeti a csapatokat, ő lesz a úgynevezett pontbeíró, szépen beöltözve a kis kaftánunkba, ahogy szoktuk. A terv az, hogy mindenki lő, aki esetleg úgy érzi, mert sajnos közülük is sokan betegek, nem kötelező, ugyanis a karcagiak versenyen kívül lőnek. Egy saját kis házi verseny, egy presztízs jellege természetesen van, de úgy gondoljuk, hogy nem, ez már tradíció nálunk, hogy a saját versenyeinken mi nem szólunk bele a versenybe, nem sportszerű. Tehát hagyjuk a idejövőket érvényesülni, tehát ott lesznek a karcagiak, lőnek, de versenyen kívül, de csak a felnőttekre vonatkozik értelemszerűen. A gyerekek azok élesben versenyeznek, úgyhogy ők be vannak osztva a csapatokban, ők érmeket, díjakat, okleveleket nyerhetnek. Hát akkor reméljük, hogy sok-sok díj itt maradt karcagon, és jó versenyzést kívánunk a mai napra. Köszönjük szépen! Bernán Zsuzsával beszélgettünk erről a szép ruháról, kérdezlek először, mit kell tudni erről a ruháról? Ez egy 9.-10. századi honfoglaláskori női viselet. A páromé szintén 9.-10. századi ugye férfi viselet. Hát ugye a csizma is szintén, ugye, tehát ez most konkrétan egy tátoszcipő, az pedig ugye a férfi csizma viselet. Hát ugye ennek például egy része ugye bőr, illetve mosható textil. Hát ugye a férfi viseletnél még süveget is hordtak, a nők pártát hordtak a fejükön, hát nekem most azt éppen nem vettem fel. Hát egyébként ugye veretek vannak még rajta a nőin, illetve a férfin is. Hát én úgy tudom, hogy a nőin szokott ugye a legtöbb lenni, tehát ők nyakék helyett is veretet viseltek ugye a kaftányukon. Hát szintén ugye itt konkrétan az ing is 9.-10. századi, illetve a nadrág is 9.-10. századi, tehát úgy kompletten az egész öltözet, igen, igen. És honnan jött ez az ilyeszkodás? Hát nekem kollégámtól, Molnár Feritől jött, tehát együtt dolgozunk. Hát először a kurul tájra vitte el magával. Ez egy két évente megrendezendő Bugacpusztán magyar törzsi gyűlés. Hát itt végül is a világ minden tájáról, akik ilyen türk népnek vallják magukat, ők szoktak eljönni. Először ott íjászkodtam vele, ő mutatta meg, és hát gondoltam, hogy hát kipróbálom, annyira nehéz nem lehet. Aztán hát az első lövés sikerült is arra, ahova kellett, úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor megpróbálom. El is mentem, ugye ez augusztusban, volt 14-ben, szeptemberben el is mentem vele ugye az első edzésre, és azóta október, tehát már 14 október óta járunk is versenyre elég sűrűn, úgyhogy azóta íjászkodunk. Akkor ez már szenvedélye is vált, nem csak hobbivel. Mit kell tudni az íjról? Ez egy Vég Robi készíti, török típusú íj. Hát nem tudom, hogy hát tradicionális íj, tehát ugye nincs rajta semmi jelző eszköz. Hát ennyit lehet róla tudni. Mit kell tudni erről a versenyről, hogyan lehetett erre felkészülni? Hát először is összeállítottuk, hogy milyen célokat szeretnénk. 15 cél lett megbeszélve, ugyanis hát ugye úgy férünk el kényelmesen ugye itt a sportcsarnokban. Hát vannak mozgó célok is, ügyességi célok, gyorsasági cél, ugye ott majd lesz egy 30 másodperc, és ki mennyi veszőt tud ugye kilőni annyi idő alatt. Hát általában olyan 6 veszőt ki lehet azért kényelmesen. Lesznek még sima lőlapos célok is.
Hát ugye mindegyiknél 10, 8 és 5-ös pontozás van. És egyébként mi a nehezebb, amikor telepen megy az ember az erdőben, és úgy keresi meg a célokat, vagy itt azért, amikor tulajdonképpen másfél-két méterre álltok egymástól? Hát én a magam nevében tudok beszélni, de szerintem sokan úgy gondolják, hogy sokkal jobb odakint az erdőben. Egy az, hogy ugye friss levegő van, nem úgy, mint itt bent a csarnokban, ugye hát azért mégsem. Itt annyiból jó, hogy sokat nem kell sétálni, aki nem szeret, tehát tényleg egy lépés is, akkor ott a következő cél. Viszont én szeretem az erdőben a 3D célokat is, hát sokkal ugye élethűbbek, illetve hát ugye csak nagyobb területet kell bejárni, és akkor az ember akkor is a levegőn van, erdőben. Én azt jobban szeretem személy szerint, de úgy tudom, hogy sokan. És egyébként hol könnyebb koncentrálni? Tehát amikor az ember mellett ennyi előnek, vagy amikor, ahogy te mondtad, kint a szabadban? Így van, hát a szabadban sokkal könnyebb. Tehát így, aki nem tud kizárni, őt nyilván zavarni fogja, hogy mellette a... Tehát nyilván lehet látni jobbról-balról, hogy a másik emeli az ilyet, leteszi, lőt. Nyilván, hogyha nem úgy sikerült, akkor az is zavarja a másikat, hogy igen... Tehát akkor ez egy kihívás lesz a mai nap mindenképpen. Akkor reméljük, hogy mindenkinek sikeres lesz ez a verseny. Hát bízunk benne, igen, és hogy a rossz időre tekintettel azért sokan el tudnak jönni, bízunk benne. Berezki Zsolttal beszélgetek, aki itt van a kisöccsével. Mit kell tudni rólad, mióta versenyzel? Hát körülbelül talán 3 éve versenyzek. Tesóm meg egy kicsivel később utánam. Hány éves vagy te, és mutasd be az öcsédet is. Én 10 éves vagyok, a tesóm meg 5 éves. Nagyon ügyesen mutatja is, tehát akkor még nem is iskolás. És honnan jött ez az ötlet, hogy ti ijeszkodjatok? Apáék után, vagy? Én kezdtem el, utána apa is, és Zétény is elkezdte utána, mert nekem nagyon tetszett, és elkezdtem. És mi tetszett benne, ez a szép öltözet, vagy maga ez az ijász, hogy lehet játszani egy picit az íjjal? Hát, az segített, az tetszett benne, hogy ilyen ügyesebb leszek tőle, jobban célzok, meg még erősebb is. És milyen eredményeid vannak? Hát vegyes, hogy voltam már első, második, harmadik. És a mai versenytől mit vársz? Voltál már ilyenen, amikor teremben kellett versenyezni? Igen, de még Karcagon nem. Karcagon mindig csak az erdőbe. És mit vársz? Sikeres lesz? Hát vannak nehéz célok. Megpróbálom, hogy sikerüljön, és jó legyen az eredményem. Hát akkor sok sikert neked. Milyen Zétit is megfaggatjuk egy picit. Neked mi tetszik az ijászkodásban? Összes cél. És te is szeretsz versenyezni? Igen. És ki az ügyesebb, a tesód vagy te? A tesóm. És szeretnél majd te is felnőttként is ijászkodni? Igen. Akkor jó versenyzés neked is. Köszönöm. Aradi Ágnessel beszélgetek, miközben itt a hangolódás elkezdődött a versenyre. Kecskemétről érkeztek. Milyen volt az út egyáltalán, hogy tudtak ide érni? Hát kicsit tovább tartott, mint ahogy elterveztük. Az utolsó pillanatban érkeztünk, izgalmas volt. De hát akkor most jön az izgalmas második része, hiszen jön a verseny. Mennyire szereti a terem versenyeket, vagy inkább a kintieket? Hát mindegyiknek megvan a saját varázsa, a kintiben jó az, hogy jó levegőn van az ember, izgalmasak a terepen, a célok másképp vannak berendezve, nem kell egymást megvárni a teremben, meg kell egymást várni a csapatoknak, és egyszerre lehet lőni, haladni. Mióta sajátította először ezt a sportot? Hát van, aki sportnak tartja, van, aki hobbinak, van, aki szenvedélynek. 4 éve kezdtem el ijászkodni, és azóta, most már azóta el se tudnám az életem képzelni nélküle. Mert mit jelent ez önnek? Hát járunk versenyekre, sok versenyre, heti 1-2 edzés, attól függ, nyáron több edzés, télen kevesebb edzés van, mert terembe edzünk. És mennyiben változtatta meg az életét? Hiszen itt volt egy kisfiú, aki 5 évesen azt mondta, hogy sokkal határozottabb lett. Hát biztos, igen, határozottabb, kalandvágyobb és egyebek. Hát akkor reméljük, hogy ha már ilyen sokat utaztak, akkor eredményes lesz a mai karcagi verseny is. Jó, köszönjük szépen! Gál Ferenc is Kecskemétről érkezett. Gondolom, hogy ön is hasonlóan kezdte, mint a kolléganője ezt az ijászkodást. Nem olyan régóta, én csak 1 éve kezdtem el.
hobbi célra, aztán benne maradok, úgy néz ki. Lehet egy életre, hogyha lehetőség van rá. Akkor mutassa be az íját, hiszen látom, hogy egy különlegesnek. Ez egy laminált íj, Szalóki mestertől, méghozzá egy 37 fontos Vajk nevezetű. Egy nagyon kellemes kis dinamikus íjnak mondott, jön a párja, hogyha minden igaz, hamarosan. És akkor ezzel könnyebb lőni? Tehát ne, nagyon könnyen fogja, tehát gondolom, hogy nem nehéz. Ez éppen egy nehezített íj, de hát könnyűség, ez nagyon sok mindentől függ. Az emberkének az erejétől, a mennyit gyakorolt vele, stb. Sok mindentől függ. És most hogyan indul ennek a karcagi versenynek? Hát amatőr szinten elsősorban, hát ahogy sikerül, nem tudom. Tehát ez mindig változó, minden verseny változó. Van, amikor élből jön, van, amikor meg, hogyha fejreállunk, akkor se jön össze semmi, úgyhogy ez ilyen. Tehát akkor azt mondhatjuk azt, hogy egy picit a idézőtérben szerencsére is bízza a mai napot. Hát reméljük minél kevesebbre. Tudás legyen mögötte, inkább a szerencse az kevésbé. De az is kell, természetesen igen. Akkor jó versenyzést kívánunk. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, Háttér című magazin műsorunk mai vendége Házi Sárai Mária, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola magánének tanszakának tanára, akivel a zenemanukról beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Házi Sárai Mária, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola magánének tanszakának tanára. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Azért hívtuk ma meg egy stúdióinterjúra, mert az adventi időszakban ugye sokat lehetett hallani a karácsony megelőző hetekben, napokban a zenemanókról, és majd erről fogunk bővebben beszélni, de talán kezdjük a magánének tanszakkal. Mióta tanít az iskolában, hogyan működik ez a tanszak, mit lehet erről tudnunk? 2002-ben jöttem Karcagra a Sípos Antal kérésére, vele beszéltük meg, hogy akkor jó lenne indítani egy magánének tanszakot, Debrecenben a Zeneművészeti Főiskolán végeztem, és akkor úgy gondoltuk, hogy ebből valami jó sülhet ki, próbáljuk meg. Hál' Istennek, csúnya szóval élve, nagyon jó alapanyagok teremnek itt Karcagon, hangképzés szempontjából, lélek szempontjából erős egyéniségek, ami kell a színpadra, és az első tanszakon még Feri bácsi, Mészáros Feri bácsi jó voltából emlékezzünk rá, nagyon meleg szívvel és jó szívvel emlékezem rá, mert nagy segítség volt nekem, egy jó kis alapot adott ahhoz, hogy én könnyedén dolgozhassak operáriákkal, oratóriumáriákkal, dalokkal az első tanszakommal. Utána aztán... Bocsánat, hogyan emlékszik vissza erre az első tanszakra? Hányan voltak, milyen volt a nemek aránya összetétele, hogyan lehetett velük dolgozni? Ugye akkor még, ha jól értem, úgymond kezdőként kezdett el velük foglalkozni. Így van, kezdő tanárként. Állítólag nagyon kemény voltam, mint friss főiskoláról kijövő tanár, kezdő tanár. Nagy lelkesedéssel, nagy keménységgel, hát ezt ők meg is szokták, ugye? És hát mondom, Feri bácsi nagy segítség volt, nekem nagyon jó alapot adott, úgyhogy örökké hálás vagyok neki ezért. Nagyon jó volt dolgozni az első tanszakkal, pláne komoly zenei szempontból. Az énekoktatás is még azt gondolom, hogy nagyon kemény alapokon feküdt abban az időben, 2002-ben, és jó alapokkal jöttek a gyerekek. És hát fiúk és lányuk is vegyesen voltak. Így aztán eljutottunk 2007-re, és én azt gondolom, hogy ez 5 év leforgása alatt eljutottunk egy Opera and Musical koncertig, ami két és másfél órás blokk volt. Hol volt ez egészen pontosan? Itt Karcagon első körben, ugye, a Dériné Művelődési Központban. Nekem nagy segítség volt akkor Házi Robert Csaba, Donkó Imre, mert nekem csak tanítanom kellett, ők mindent intéztek nekem, és hát a hangosítás is minden perfekt pörgött, meg a Dérinések is mindenben partnerek voltak, mert ez egy új dolog volt. És azt gondolom, hogy színvonalas zeneiskolai tanulmányokhoz képest ez egy nagyon színvonalas dolog volt. Úgyhogy én összeteltem a kezemet, hogy egy ilyen tanszakkal kezdhettem. Aztán, bocsánatot kérek. Nyugodtan.
Aztán váltanom kellett, mert ők elmentek, mindenki elmentek, valaki felvételizett, volt két felvételizom már 3 év után, ők most már végeztek a debreceni főiskolán, aztán van, aki az akadémián, most Szűcs Attila oda jár, és most fog majd végezni 3 év után. Donkó Imre is főiskolát végzett, hál' Isten, vagyis bocsánat, egyetemi végzettsége van, mint magánénekes. Ez úgy gondolom nagyon nagy dolog, mentősből magánénekes lett, operaénekes. És annak is nagyon örülök, hogy nagyon sokan, még ha nem is szakmai berkekben, de itt Karcagon zenekarok élén, vagy egy-egy bálon énekelnek színvonalasan operettet, musicalt, vagy éppen könnyű zenét, vagy éppen kemény rockot, mert ezt is színvonalasan is jól kell csinálni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az, hogy valaki nem pályára megy, a lényegét akkor is elértünk, mert a zene szeretete, az éneklés, a színpadnak a szeretete, az úgy gondolom, hogy megvan mindenkiben, aki járt, és innentől kezdve én a célomat, mert hogy megszeressék, és hogy ezt kedveljék és műveljék, bármilyen szinten is, de igényesen, szerintem ez a legfontosabb. Előfordul-e olyan most, arról jutott eszembe egy kérdés, hogy azt említette, hogy a színpad szeretete, ugye kimerjenek állni, énekelni. Tehát mi van azokkal, akik mondjuk jelentkeznek erre a magánének tanszakra, nagyon jó hanganyaguk van, viszont nagyon félénkek, nagyon visszahúzódóak. Van-e valamiféle terápia, úgymond, hogy ki lehessen őket állítani a színpadra közönség elé? Mert ugye akár több 10 vagy több 100 ember azért sokkoló egy olyan ember számára, aki félénk. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és ez egy nagyon érdekes és összetett dolog. Én például ezt a Zenemanós koncertet is, vagy bármilyen más, például annak idején Sípos Antal igazgató úr, vagy éppen most a Plósz Csilla intézményvezető asszony, vagy amit iskolánk képvisel, és minden tanszakon ez látszik, hogy kamarazenélünk. Ami azt jelenti nálunk is, és én például az 5 évestől a 33 évesig járnak hozzánk, sőt, én nagyon büszke vagyok arra, hogy anyukák, hogyha van kedvük, és én tényleg nem kell ezért beiratkozni, részt vesznek próbákon, de rendszeresen, és jönnek velünk fellépni. Most is volt egy anyuka, és Mihály ügyvéd úr felesége, és a Zenemanós koncerten részt vett, mint Zenemanó, és azért ő már egy 3 gyerekes édesanyja, és ezek a dolgok, hogy 5-től 33 vagy 45 évesig együtt lépünk fel, meg én is fönt vagyok a színpadon, oldjuk egymást, és én tanulok a tanítványaimtól, ők tanulnak tőlem és egymástól, és így ez a forgás egyszer csak feloldja őket, és ráadásul ugye én nem azt várom el, mint az iskolában, mert nem csak énektanításról szól ez az egész, hanem azt, hogy mindenki saját magáról, mindenki egy egyéniség, és hogy nem megüljenek, hanem tiszteljük egymást, de azt szeretném kihozni ebből, hogy saját magukra, a saját lelkükre ráleljenek, és ha van egy véleményük, akkor azt merjék vállalni, mert nem biztos, hogy az én véleményem a jó, vagy az én gondolatom, lehet, hogy az övüké a jó, és akkor, ha ő ezt felmeri vállalni, akkor ugyanúgy, hogy mi most már az életben tudjuk ugye, hogy mit akarunk ennyi idősen, úgy gondolom, igaz? Így van. Így van, és magunkat is azért csak elfogadjuk, mert ha nem fogadjuk el, akkor az nem működik. És akkor ők is egy idő után elfogadják magukat, és igen, azt is megszokják egymás mellett, és elég sok koncertünk van, hogy kimerjenek állni, hogy szeretni kell, tulajdonképpen szeretni kell az embereket, bármilyen zenét adunk nekik, akkor annak mondani valója legyen, szóljon az emberekhez, és akkor szerintem ez minden, tehát visz ez a zenélés, ez a szeretet, ez a... Kikkel könnyebb dolgozni, most az jutott eszembe. Igen. Fiúkkal, lányokkal, férfiakkal, nőkkel, kik azok, akik oldottabban tudnak kiállni színpadra? Vegyesen, vannak olyan gyerekek, akik egy kicsit exhibicionistábbak, és vannak olyanok, akik csak úgy hozzátársulnak a másik emberhez. És van olyan ember, tehát az exhibicionista, az ugye magát meg szeretné, önkifejezés, meg szeretné magát mutatni, az egy nagyon jó. Az is nagyon jó, ha valaki nagyon-nagyon tehetséges és ösztönös, viszont az lehet, hogy nehezebben irányítható. Tehát, mert ugye nem csak kiállunk és énekelünk, hanem tudni kell azt, hogy mit csinálunk, mert ha betegen is ki kell állni, mert van olyan, hogy ki kell állni, akkor ő ott meghal a színpadon, mert nem tudja, mit kell csinálni. És aki nem annyira ösztönös, és ha gondolkozik és jó hanganyag, akkor azzal néha könnyebb,
mert ő tudja, hogy mit kell csinálni. Tehát ezt a kettőt, hogyha összegyűrjük, akkor kijön belőle a jó. Vannak olyan gyerekek, akiknek mondjuk nincsen annyira nagyon jó hangja. Így van. De mondjuk akár a szülei is szeretnék, hogy járjanak egy ilyen közösségbe, mert igen, ezt úgy is lehet ugye mondani, hogy ez egy közösség. Kiismerelni a színpadra, kedve is van hozzá, lehet esetleg belőle többet kihozni? Magyarul meg lehet-e valakit tanítani, énekelni, aki nem abszolút hallástalan, hanem azért egy nagyon picit úgy el néha egy-egy hangot? Így van, és nekem volt is ilyen tanítványom kettő életem során. Életem során egy embert küldtem el, 2 órán meghallgatás után, 2 órán át hallgattam, és azért küldtem el, mert tényleg szegény nem találta el a hangot. És akkor annyi, hogy meg anyagilag is nehéz körülmények között volt, és ő mindenét feláldozta volna, és mondtam neki, hogy... Tehát a kedv az meg volt. Így van, de nem tehettem meg vele, hogy egy ilyen dologba belevigyem, mondtam, hogy menjen sportolni, és a zenét szeresse, de különben én rettenetesen sokat tanultam attól a 2 tanítványomtól, és nagyon köszönöm, hogy bekopogott hozzám, akinek 3 vagy 2 fél ép hangja volt, és most 1,5 oktávja van, és ha figyel, tisztán énekel, de ez a gyerekkorban nem foglalkozásnak az eredménye, hogy nem énekeltek neki, hogy nem, mert mindenkinek van füle, mindenki tud énekelni, én ezt gondolom, csak foglalkozni kell, egy szülő is, nem baj, ha hamisan énekel, csak énekeljen neki. Az óvónők fantasztikusak, tehát megemelem a kalapom előttük, mert az egy misszionáris munka. Tehát ott kezdődik el, aztán a tanítók, tehát amit ők leraknak alapkövet, szerintem az nagyon meghatározó. És hát ez a mumus szolfés, azt gondolom, hogy ez... Ez miért mumus egyébként a szolfés? Miért szokott mumus lenni? Igazából én nem értem, mert én imádtam a szolfés tanáromat, ugye, mint gyerek, rettenetesen meghatározó volt nálam, ez most lehet, hogy viccesnek fog tűnni, hogy szép volt a nő. És nagyon, nagyon kedves volt, nagyon gyönyörű hangja volt, és így mindent megetetett velem. De különben azért, mert nem, ezt nem tudom megérteni, szerintem ez ki van találva, hogy mumus, nálunk is egy nagyon jó szolfés tanár van, és hát kicsit tanulni kell, foglalkozni kell vele. Én azt gondolom, hogy a médiában, meg a televízióban ez az X-faktor, meg ezek a dolgok egy kicsit elviszik más irányban az ének és a zeneoktatás, mert azt sugallja, hogy ez egy könnyű dolog, hogy nem kell, mindenért dolgozni kell. Tehát ha megnézzük Nikolászt 6 éves kora, ha most könnyű zenét, mert a könnyű zenében élünk a fiatalokkal, és azáltal próbálom én a komoly zenét különben megszerettetni, mert gyönyörű a komoly zene, de haladni kell a korra, 21. században élünk, és tudomásul kell venni, hogy a gyerekek inkább a könnyű zeneért rajonganak. És ez nem baj, mert igényesen kell tudni ezt is művelni. És Nikolász is 6 éves korában, mert zeneiskolában szolfést tanult, és ezeket is figyelembe kell venni. A énekesnél meg rettenetesen fontos, mert nincs úgy hangszer, élő hangszer van, előrehallás, és a szolfés, ezt mind, meg a kóruséneklés, hál' Isten az is van az iskolánkban, ez mind fejleszti ezt a dolgot, és annál jobban tudnak énekelni. Ugye azt mondta, hogy Nikolász 6 éves korától járt zeneiskolába. Hány éves kortól ajánlott elkezdeni például a magánének tanszakon, vagy hány éves kortól lehet egyáltalán jelentkezni? Hát a magánének... most egy kis kedv csinálva a nézőknek. Igen, igen, igen. Hát ez a kamara csoport, ez tulajdonképpen egy gyermekemet emelném ki, Kovácságot, a Csengét, aki 5 évesen bejött hozzám, és azóta a csoportnak a tagja, és hát ismerjük, nagyon tehetséges, nagyon ügyes. Tehát ő már annyi idős korban jött. Igazából a magánének az mutálás után ajánlott, 15 évesen, de hát ez már egy nagy dilemma, szakiskolás korom óta, az pedig már nem most volt, hogy sajnos ugye a zeneiskolai oktatás, vagy nem sajnos, mert igazából egy nagyon-nagyon jó dolog, amit a magyar állam nyújt nekünk, hogy tulajdonképpen tényleg minimális áron a gyerekek fél évi tandíja, az, ezt most nem említeném, hogy mennyi, de úgy gondolom, hogy ha leosztjuk órákra, akkor minimális árra jön ki, és hogy támogatja a magyar szülőket ezzel, még ha az is néha nehéz, hogy kifizessék, hogy járhassanak. Az éneklés szempontjából meg ez
sajnos nehézségeket okoz, mert 18 fölött azért már ez egy kicsit súlyosabb kategória fizetés szempontjából, mert hát akkor lehetne viszont, ha valaki felvételizik valahova egy óvónóképzőbe, vagy színművészetire, például az, vagy színére az Adi gimnáziumba, természetesen előbb is foglalkozunk, meg hát jönni kell, és akkor ez mindenkinek egyénre szabottan meg lehet beszélni, hogy mit lehet, ugye ez a hangi adottságától is függ, mert valaki 13 évesen olyat énekel, hogy nagyon kell vigyázni rá, de úgy ki van nyitva a torka, meg olyan isteni adottsága van, hogy lehet vele foglalkozni. Valakire meg azt mondom, hogy várjunk még egy kicsit, gyere a csoportba, mert én is például ugye egy vékonyabb típus, éretlenebb típus voltam, és az az igazság, hogy fiatal lélek, és akkor ezeket a gyerekeket nem tudom fölvenni, mert sikerélménye nem lesz. Ettől függetlenül a csoportba tud jönni, és ott jól érzi magát, és amint tudom, felajánlom neki, hogy na gyere, mert nem tehetem tönkre. Mert hogy nem olyan érett az egész dolog, és ez egy sérülékeny dolog abban az időszakban. Úgyhogy én mindenkire próbálok nagyon vigyázni. Hogyan működik ez a magánének tanszak? Tehát egy héten hány óra elfoglaltságot jelent, mondjuk ha otthon még pluszba foglalkozik vele valaki, akkor mennyi időt ölelesz föl? Ez is kortól. Most ne vegyük el az esetleges jelentkező kedvét, most csak úgy kérdezem, hogy körülbelül mire számíthat az, aki jelentkezik mondjuk az ön tanszakába. Ez egy nagyon jó, amit különben mondtál. Mert igen, otthon egy picit. Tehát pont tegnap volt nálam egy tanítványom, nagyon szépen nyílik a hangja, 14 éves, na ő az a korosztály, akire vigyázni kell, de már nyílik. Csak annyit kértem tőle, hogy egy picit mentálisan, tehát agyban gondolkodjon azon, amit csináltunk, meg ha megvan, mert ezek érzetek, nyitások, mi alakítjuk hangszert, akkor egy picit, mit tudom én, ha a fürdőkádban ott van, és akkor csak ne annyit, mint egy hangszeren órák hosszád, vagy fél órát, egy órát, hanem 5-10 percet, csak hogy meglegyen az érzet. És agyban egy okos énekes agyban tanul, ez kortól függ különben, hogy mennyi. Tehát például mindenkire kétszer fél óra jut, de ha valaki érettebb, egy 17 éves, vagy ha valaki, vannak nálam dolgozó emberek, nagyon jó foglalkozni, érettebb hangok, jó foglalkozni velük. Van is nálam egy hölgy, és hát nagyon sokat fejlődött tavaly óta, nagyon büszke vagyok rá. És ővele például, ha úgy van, másfél órát is letaníthatnék. De különben 60 perc, egész 60 percre jár, mert vele ezt megtehetem. Tehát ez is megint egyénre szabott. Tehát heti 60 perc jár, attól függ, hogy állunk fiziológiailag. Vagy pedig kétszer fél óra, aki felvételizik, az B-s lehet, kétszer 45 perc jár. És hát kortól függően meg, hogy van-e iskolai jogviszonya, attól függően szolfézsra, vagy hogy felvételizni szeretne-e. Tehát ez különben jó dolog, ez a szolfézs, én nagyon szeretem, meg nagyon, tényleg nagyon jó, tehát ez nem a reklám helye, de egy nagyon élvezetes dolog. A matematikának a jó testvére, különben nagyon jó dolog. És kórusra lehet járni, tehát ki mennyit szeretne, de az alap 4 óra az, ami 22 éves korig úgymond kötelező, és a 22 év felett ugye csak a főtárgyórák, mert az azért eléggé mélyen bele kéne nyúlni a zsebbe. És akkor még, ha valaki felvételizik, kötelező zongora lehetősége van fél óra. Tehát ez is egyére szabott, de nem kell megijedni, mert ez is, ha valaki bejön, akkor ez is megbeszélés tárgya, hogy mire van lehetősége, vagy mit szeretne elérni, és ehhez mi az, amit meg kell tenni. Ez olyan, mint egy nyelvvizsga. Ugye ez a mostani fiataloknak ez egy alap, mert talán 14-16 évesen, de ez nem baj, mert a főiskolán már nem kell ezzel molyolni. Ez egy nagyon jó dolog. Úgyhogy azért is tenni kell. Egy picit ezért is tenni kell. És akkor alakul. Milyen versenyzési lehetőségeik vannak, illetve fellépési lehetőségek tekintetében hogy állnak? Fellépési lehetőségünk rengeteg. Hál' Istennek szeretik a tanszakot. Valószínű azért, mert az éneklés az egyik legtermészetesebb, és ugye belenézünk az emberek szemébe, és próbálom azt is a gyerekek is, hogy önkifejezés. Tehát ami a saját lelkükből jön, ez nagyon fontos, és most már ők is érzik, ráéreztek az ízére, és jól esik ebben a mai világban azt, hogy kimondhatják, kiénekelhetik magukból, ami őszintén a lelkükben van, és ezt az emberek elfogadják. Mit mondjak? Városi szintű rendezvények, iskolai rendezvények, sőt, iskolán kívüli, városon kívüli rendezvények is vannak, most például majd Debrecenben lesz egy fellépés,
oda, mert tényleg azok, akik régebb óta járnak, akik tényleg minőségileg is és egymaguk szólistaként is megállnak a helyükön, tehát ez már több éves munka eredménye. Úgyhogy szerintem 3 éves kortól az idősek otthonába szoktunk, ott meg már nem mondanám a csillagos ég a határ, vegyesen, hogyha el tudjuk vállalni, és időben szólnak nekünk, akkor, és képesek vagyunk rá, hogy minőségi produkciót nyújtsunk, akkor nagyon szívesen bárhova, úgyhogy ezt sorolhatnám, hogy mennyi minden van. Versenyek meg éppen attól függően, hogy hogy állunk, tehát éppen a csúnya szóval élve az alapanyag határozza meg, hogy mivel tudunk menni, mert annak idején az első tanszakot említve, Házi Robi és Donkói mi még egy opera kettőssel, egy opera duettel nyerték meg a kamarazenei versenyt Szolnokon. Uh-huh. Elhozták a legmagasabb díjat. Uh-huh. De Szűcs Attilának már nem volt azon a tanszakon a következőn olyan partner, ezért 5 szólóba vittem, uh-huh. de említhetnék még neveket, Csenge, a Nóra, tehát vegyesen, és akkor itt van a Jászkun világ verseny, ahol voltunk, és hál' Istennek a legmagasabb díjat, meg Csenge például úgy kiderült ott helyben, csak nem tudtuk, hogy hát ő még nem is vehetett volna részt, aztán olyan kedves volt a zsűri, mert még egy évet várni kellett, van egy engedték, és aztán egy díjat ő is elhozott, de hát nagyon tehát tényleg azokat viszem, akik úgy gondolom, hogy odavalók, tehetségesek, lelkileg megértek rá, mert ha oda megyek egy gyerekkel, persze a részvétel a fontos, de azért itt nagyon erős egyéniségek járnak a tanszakra, és ha már elmegy, nyerni szeretne. Zenemanók, ugye Zenemanó. Úgy kezdtük a beszélgetést, igen. Úgy látom ez ilyen szívecsücske. Hát nagyon szeretem. Igen. Sok-sok fellépés volt adventi időszakban. Igen. Kik is a zenemanók, mit lehet erről tudnunk? Hát a zenemanók. Ez a koncertsorozat, mert úgy nevezhetném, egy héten 9 koncert délelőttönként. Hát tényleg a szívem csücske, ez egy nagy öröm számomra, hogy ismét meg tudtuk valósítani ezt a dolgot többféle szempontból is. Már 2-szer volt 2002 óta, ugye már 2-szer. Tehát ez egy nagy dolog, mert ez sok mindentől függ. És most már ez a koncertsorozat városi szintre lett emelve, ugyanis hát egyedül ezt nem tudtuk volna megvalósítani. És én nagyon hálás vagyok nagyon-nagyon sok embernek itt a városban, mert persze az ember, én ezt megálmodtam, tehát én ez verseknek és daloknak a fűzére, természetesen beleértve az adventi időszakot, Jézuska születését, akkor egy kis hangszerbemutatóval fűszerezve, és meg a gyerekeket interaktív módon megmozgatva, nem csak kiállunk és énekelünk, hanem bevonjuk, és hát ez egy intim dolog a gyerekekkel, tehát gondolkoztunk azon, hogy legyen egy koncert a Délinné Műveledési Központ nagy színpadán, de annyira intim az egész dolog, hogy ezt be kell vinni az óvodákba. Természetesen rengeteg munkával jár, és hát kitartással, és hát betegség nem létezik. Uh-huh. Ilyenkor nincs betegség. És hát az, hogy városi szintre tudtuk emelni, most ebben az évben kérték ismét, mert tavaly, hogy visszajöttem, ugye én is gyesen voltam, és kérték az óvónők már tavaly, és mondtam, hogy új tanszak indult, úgyhogy nem merem bevállalni, mert ez nagyon-nagyon komplex dolog, és a gyerekeknek is hát ezt a 40 perces, 30-40 perces koncertet, ezt végig kell koncentrálni. Uh-huh. És minden egyes dolgot, ahogy egy mesébe, ha látjuk, vagy egy színpadon, egy színházi közegben, ugye, egy színházi színpadon, hát azt reagálni kell. Tehát fönn vagyunk, és ha nem is beszél, akkor is át kell élni azt, amit én érzek, tehát ez egy nagyon komoly dolog. Hogyan zajlott egy ilyen fellépés? Ugye azt mondta, hogy 9 fellépésük volt egy hét alatt. Így van. Hétfőket, szerda, csütörtök 2 fellépés, 9:30-től és 11-től, és akkor a pénteken pedig egyetlen egy fellépésünk volt 9:30-től, este pedig a nagy Dérinés karácsonyi koncert, hogy még azzal megkoronázzuk, úgyhogy úgy zajlott, hogy reggel 6:30-kor keltünk, és akkor hát nekem nagyon nagy szerencsém volt, erre majd még úgy kitérnék, mert a gyermekem pont beteg lett. És hát hála Istennek, én a szüleimnek nagyon köszönöm, hogy el tudtak jönni Vas megyéből, mert ha ők nem jönnek el, akkor ezt én nem tudom megcsinálni, mert a beteg gyermekemmel ők ott voltak egész héten keresztül,
és hát anyósomék is felajánlották, csak azért itt csak kényelmesebb volt, hogy nem kellett húzkodni a gyereket le föl, amikor lázas, tehát ők is nagyon kedvesek voltak, úgyhogy ez a verzió volt, és így már ez a része megoldódott. És akkor reggel 8:30-kor, vagy fél 8-kor találkoztunk a zeneiskolában, sminkelés, mert hát ugye rendesen paszta, hogy mindent, tehát ne így nézzünk ki, ahogy most. Bár az én fogam az ugye karakterizál, és az a lényeg, hogy nekem például egy póthaj, hogy a gyermekem ne ismerjen meg, ha majd beviszik, ugye. Meg hát az óvodások, ahova jár, hogy ne ismerjenek meg. Mindenki vidám cuccokban, kicsit próbáltam ehhez öltözni, piros harisnya és egyéb dolgok. Úgyhogy ezt nagyon élvezték a gyerekek. És akkor utána egy kis beéneklés, hát az óvoda központ és az óvoda vezető, az óvónők nagyon nagy dolgot tettek azzal, hogy ennek a 18-20 gyereknek, vagyis fellépőnek a szállítását ők megoldották, úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog volt. Ismételten azt gondolom, ez kellett ahhoz, hogy létrejöjjön ez a dolog, és akkor elszállítottak minket az egyik óvodába, ott átöltöztünk, ráhangolódtunk, és akkor indult az előadás. És akkor utána felöltöztünk, átszállítottak minket. Ez egy interaktív előadás volt. Ez egy interaktív előadás volt, így van. Énekeltünk, táncoltunk, és improvizatív jellegű. Tehát ezt egyformán nem lehetett egyszerűen, ahogy jött az embernek, meg ahogy a gyerekek reagáltak. Ezt akartam kérdezni, hogy fogadták a gyerekek? Minden óvodában máshogy. És ugye az embernek látnia kellett, hogy valamelyik óvodás egy hangosabb szótól megijedt, valamelyik meg kimondottan igényli. Tehát volt egy előadás a Jókai úti óvodában, amikor nem is tudom, hogy, de úgy jött ki a lépés, hogy bementünk előre, és két kollégám ott volt velünk, akit megint csak nagyon-nagyon hálásan köszönöm nekik, mert nélkülük ez nem jöhetett volna létre, Dudás Enikő és dr. Debreceni Gíci Anikó. Az első pillanattól pozitívan fogadták, és Anikó nem is a zongora kísérőm, és mindenben készségesen, és jöttek, próbáltak, és szóval azt mondom, hogy ez ugye nem csak a mi produkciónk, hanem több embernek a segítsége, tehát egyszerűen ezt a Jóisten is így akarta, hogy most ez megvalósuljon, mert jövőre valószínűleg sokan kimennek, nem valósul meg, és hogy az óvodában hogy fogadták, hát én azon az előadáson beestem, de én magam sem tudtam, hogy fogok megállni. Tehát így, és hát imádták. A másik előadáson, úristen, nem tehetem meg, hát ha megijednek, mert tényleg, tehát alig bírtam megállni. És akkor ott azért egy picit finomabban, tehát, és minden, hát ugye a gyerekek beszélnek és élvezik, mondják az élményeiket, vagy éppen ami őket érdekli, és akkor ezzel kapcsolatban a gondolatukat, és akkor ugye minden gyerek rákezd, akkor azt ugye kordában is kell tudni tartani, mert az előadás az pörög, és időre megyünk, tehát ez ilyen szempontból is feladta a leckét, de azt gondolom, hogy nagyon jól nevelt óvodások vannak, és nagyon jó óvónők és daduskák vannak Karcagon, úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden klappolt, és minden rendben volt, úgyhogy szerintem ezt a Jóisten is így akarta, hogy nekünk ez megvalósulhasson. Azt szerettem volna még pedig a végén megkérdezni, de már megadta rá a választ, hogy lesz-e folytatás. Ha jövőre nem is, akkor azért gondolom, hogy utána terben van véve. Én azt gondolom, hogy ha erre módunk lesz, és hogyha a megfelelő összetétele meg lesz a tanszaknak, és hogyha úgy, mint most, mert azért ez nem csak rajtunk múlott, hanem például nekem Dobos László polgármester úr támogatta ezt a karácsonyi koncertsorozatomat, és hát nem mellesleg ugye az iskoláknak, a Nagykun Református Iskola, a Nagykun Református Gimnázium és a Györfi Általános Iskola, Györfi István Katolikus Általános Iskolának a tanárai vezetősége, én azt gondolom, hogy nagyon jól állt ehhez a kezdeményezéshez, és két fővédnökünk, Gulyás Zsolt plébános úr, érseki tanácsos úr, és nagy tiszteletű Koncz Tibor, elnök lelkész úr, tárt karokkal fogadta. Tehát én először úgy voltam, hogy úristen, hogy engedik ki ezeket a gyerekeket, ennyi koncertre elég, ezt pótolni, sok a 8-osom, de nekem meg rájuk volt szükségem.
meg a debrecenieket is, mert ezt egyedül én nem tudnám megcsinálni. Tehát ez a gyerekek nélkül nem ment volna, meg ezek nélkül, az emberek nélkül, és csak idézném lelkész úr szavait, hogy azt mondja, bementem, és azt mondja, azért azt tudja, hogy nyitott ajtókat dönget. És annyira aranyos volt, és mind a kettő, tehát az, hogy ezt a kezdeményezést így, ilyen nagy szívvel és támogatással fogadták, szóval én ezt hálásan köszönöm, és ha ez a része, és az, hogy a Jóisten is megadja, hogy a gyerekek, a gyerekanyag is olyan legyen, akkor biztosan lesz még ennek folytatása. Úgy legyen, köszönöm szépen, hogy itt volt, további sikeres munkát, és sok-sok sikeres fellépést köszönjük kívánunk. Köszönjük szépen, viszontlátás! Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket! Kedves nézőink, már a munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, továbbra is várjuk észrevételeiket, javaslataikat műsorainkkal kapcsolatban, illetve ne feledjék, hogy akkor is jelezzenek felénk valamilyen módon, hogyha bármi rendkívüli szokatlant látnak az utcákon, hogy azonnal tudjuk önöket tájékoztatni a fejleményekről. További kellemes televíziózást és a jövő heti viszontlátásra mindenkinek!